mint a keddi, csak mindent lassabban, és ha, amikor odaálltam, hogy tegyél még rá, azt, tehát előbb már kezd azt a kicsit élénkebbet, de az maradjon is. Tehát akkora élénk ne legyen, mint ami volt. És utána meg vagy ebben, jöttek a Noémival a két Ádi, Dani kancákkal. Ezek meg jönnek itt a kettővel, a Gabiék a kettővel, utána Roland a narancsfával, és utána már csak csikózunk. Hogy? Igen, igen, hát azt tudom. Azért is hagytam őket így. A kicsire. Ádikám, mindjárt érkezik a cilukád. Egybe van, egyenlőre rendben van. Szerettem volna megint lóval, de hát nem jön ki, mert akkor egyik a másikra vár, és nem haladunk. Ugye ez az, amikor reggel nem úgy jönnek, ahogy én szeretném. Meg megbeszéltek szerint, és... Sajnos erre alkalmatlan vagyok, hogy ezt valahogy így keményen betartassam a megbeszélteket, mert akkor azért egyszerűbb lenne a helyzetem, meg kell, hogy mondjam. Így a mindennapi idegeskedésem, őszhajszálaim növekednek bőven szépen. Mondjuk a hajam nem ritkul egyenlőre, nem akarom elkiabálni. Jók vagyunk, érkezik majd mindjárt Pavel Csődike Józsika, érkezik majd a két Jani, aztán majd érkezik a narancsvirág, jön majd a két Dani, Korinával és Noémival. Noémi most ment be Sampika drágával, jó, megfüvesztettem egy kicsikét, nem a Noémit, hanem a Sampikát, füvecskét szedtem neki, így van. Kijönnek a két Danival, és meg kell, hogy mondjam, már végignéztük jobbról-balról mindenhogyan, már csak a négy ló van, abból a három Newmarketi Csikó Jerling és Redi. És meglepi, ők nem tudják, talán a Noémi tudja, kimegyünk a Tóbira. Ez a tervem. Ha minden úgy alakul, akkor ez sikerül is fog, és általában azért meg szoktam oldani ezeket a dolgokat. Nem tudom, mennyi az idő. Egyszer voltam egy kafén a Rékánál. Tegnap valami idegen, viszek süteményt a Rékának, ezt gyorsan elmondom. És valami idegen nő beugrott helyettük. Se Peti nem volt, se a Réka. Ha mondom, nyúlok oda, mondom, elhozok két zsömlét a gyerekeknek. Azt mondja, uram, fizesse ki. Én a zsömlét? Itt? Hát soha nem fizettem még. És bazd meg odaugrott, az ajtót becsukta. Vagy kifizeti, vagy visszarakja. Gyerekeim előtt égtem, hogy nekem egy zöldségetbe fizetnem kell. Olyan égés, hogy most hordhatom őket. És egész éjjel sírtak. Hordhatom őket a pszichiátriára, két gyereket, szegényként, mert úgy megviselt ez a jelenet ott. Be is olvastam a Rékának, hogy ez a hölgy azért jó lenne, többet nem lenne ilyen beugrós ottan. Hát ilyen szégyen, két zsömlő, velem kifizettek. Gyerekek ott bömböltek, apuci, neked fizetni kell egy üzlet. Hát, mondom, kicsikém, ilyen még nem volt, látod. Nagyon rosszul esett, nagyon. Azóta fel vagyok háborodva, ők sem aludtak a kicsik, meg én sem. Na. Tehát majd jön Ádi Csődi, aztán valaki ki fog bukkanni, vagy a Pavel Csődi Józsikával, szerintem azok jönnek előbb, és aztán a két Cila, Ádi Csődi már jön is. Felháborító, ki kellett volna fizetnem. Ja, ki kellett volna, ugye kaptam ugyanonnan ingyen házi májast a Petitől, csak ugye nem volt ott, és ahhoz kellett a gyerekeknek zsömle, tehát sajnos ki kellett fizetnem. Nem engedett volna. Hát jó nagy darab csaj volt, hallod, az alámrúg egyet. Úgyhogy picit kötözködtem, azt abba hagytam, zsebbe kellett nyúlnom. Kifizettem. Kifizettem. Tehát mik megtörténnek velem, hihetetlen. Hasonlót jövünk kicsit lazábbat, mint kedden, de már előrébb kezdve azt a tempót. Mert ott hirtelen felindulásba szaladtam a kis homok, nagy homok közé. Egyre szépen megy. Jaha, egyre szépen halad a papa. Van rugó, Ádikám, van minden egyenlőre. Lábak legyenek jók. Egyenlőre szerintem jók vagyunk. Energia az van, de nagyon jó fej. Jó, lerakom, várom.